2022.12.03-án 20 órakor egy szállítmány. Valószínűleg fögyver lesz benne. Csak na már most... Csak a ő kirakott most egy órája. Igen, de... Tehát a lényege az egésznek az, hogy erre van nekem egy tervem. Ezt még nem tudjátok itt, de egyelőre itt klubon kívül lesz, légy szíves, senki ne is híresztelje. Egyedül Cyrus tudja rajtam kívül, megöltem Takashi Ichirót. Mi? A Kazukunika fejét. Lelőttem. Mert harmadszor is megpróbált minket átbaszni, és harmadszor engem nem fog senki átbaszni, úgyhogy oda mentem egy sikátorba, ezt agyonlőttem a faszomba, ezt a vén pojácát. Ugye volt az első, amikor a kokain labornál átbasztam. Igen, bírtam, még nem lett buzi. Aztán megpróbáltak a zöldekkel is átbaszni minket, és akkor most meg kiderült, hogy azért, ami odaengedtük őket még annó kokain gyártani, mindenféle kis fiszinfaszom piszicsári embereknek azt mondták, hogy nyugodtan menjenek oda, mert a színőrsz megvédi őket, hogyha azt mondják, hogy ők a japánok. Azt mondani, jó iszlagatás. És én erre rájöttem, ezt kiszagoltam, úgyhogy úgy döntöttem, hogy lelövöm a picsába Takashi bácsit. Ezt ugye még nem nagyon tudják, tegnap történt, és arra gondoltam, hogy van nekem egy chicagói ismerősöm, azt hiszem chicagói, igen, Steve Haynes, hát aki gyakorlatilag FIB-s, és hát ő neki tudjuk igénybe venni egy kicsit a segítségét, mivel emiatt az információ miatt lóg nekem egyel. Iratni fogunk vele egy határozatot, vagyis hát hamisítunk egy határozatot, aminek a meghatalmazottja ő lesz, és a határozat alapján az itt átmenő szállítmányt szépen ki fogjuk pakolni, úgyhogy mindenki FIB-snek öltözik, és Steve Haynes fog titeket kísérni, hogy ez az egész. Ki fogja alakítani ezt a Steve Haynes-t, vagy ő nincs ott, csak a papírt írta? Nem, és az elvégzők hát az vagyunk. Az lesz, hogy én most elmegyek a családjához, és amíg nem végez a munkával, addig fenyegetem a családját. Gondoltam, azt mondtad, hogy egy ismerősöd. Ilyen jó ismerősöd vannak az. Paszki, jó, igen, jó fejem, hogy jó lehet, hogy valaki jöttem, vagy az ismerőse. Ez van. Biztos vagy. Ja, az ismerőse van intézeti papírt, hát most a családját fogom fenyegetni. Úgyhogy egy kis pressure-t helyezünk az úrra. Akkor izén, mennyi, mekkora a családja? Van egy kislánya, meg egy felesége. Ugye, nekem nincs nőm, úgyhogy gondolod, elcsábíthatom. A kislányát. Kislányát. Hát mennyire fiatal? Jó. Hát 9 éves. Az már öreg. Majd 10 éves, én azt mondjuk, hogy akarsz rásózni Magnumra. Gusztustalan. Igen, amúgy. Hát nem az anyjára gondoltam eredetileg egyébként. Szavaztok, faszopók! Az igen, az igen! Jó van, hogy nézel ki? Mi a geció? Hogy a faszomban nézel ki? Viktor felöltöztetett. Viktor! Utasd Viktor. Magad! Ez a helyi nyomornegyed öltöztetett. Most mi a geció van? Fara körbe nézi. Kibaszottul jól nézek ki. Ezért pénzt kértek, vagy elnézést? Hát egyedi, az biztos, egyedi. Mi ez a mini nyakkendő? Ez vagyok én. Mini nyakkendő rajta egy keresztem. Várjatok, mert hozzam is akkor most. Na jó. Amúgy jól nézek ki a VR, baszki. Tényleg. Köszönöm. Ránézek és tetszik. Ajj. Le ne szopj. Nem. És mi ez, ami ott lóg? Ezzel foglak kupán vágni, hogyha... Még egyszer megkérdezel valamit. Ó, elég agresszívbe váltott a mindenit. Persze. Na tervezünk mi valamit? Gond? Persze, hát azt itt várjuk, amúgy most mondta el a tervet nagyrészt valami FIB-s csávónak. Van egy ismerőse, haverja, aki segít nekünk írni egy papírt, aztán ő elmegy fenyegetni a családját, hogy megöli a kislányt és a feleségét, amíg falaz nekünk. Mi beöltözünk ilyen FIB-s tagoknak, aztán pedig ennyire emlik meg, hogy a szállítmányra rá fog menni így. Meg a kislánya. Meg fel is olvasom. Nézd a papírt, meg Magnum, ott van a határozat. Felolvasom, akkor mindenki hallja. Az Amerika Egyesült Államok legfelsőbb bírósága, SCOTUS, 2022 év 12 hónap 03. napján hozott határozata alapján az FIB korrupció ellenes osztályát
hivatalos néven a titokzatos titokszolgálatot utasítom arra, hogy a Takashi Ichiro halálának ügyében lefolytatott nyomozás folytatásához szükséges lőfegyvereket foglalják le és szállítsák az FIB vizsgálati központjába, ahol 72 órán belül folytassák le a szükséges igazságügyi ballisztikai vizsgálatokat. Folytatás. Az indoklás az SLAC által a részünkre hivatalos eljárás keretein belül átadott információk alapján megalapozottan gyanúsítjuk a... Ez micsoda? Bazmeget? Az egy név, csak ki van satírozva. Igen, de igen, egy embert gyanúsítunk, Takashi Ichiro sértett ellen fegyveresen elkövetett emberölés büntettével. A gyanúsítottól különböző ügyekben az LSPD által folytatott eljárások során lefoglalt lőfegyvereket elkövetési eszköznek minősülnek. Az LSPD által lefolytatott eljárások során felmerülhet a korrupció gyanúja, ezért a lőfegyverek bevizsgálását az FIB korrupció ellenes hivatala illetékes lefolytatni. És aláírta a Steve Haynes és a Scotus. Steven Spielberg. Születési idő 1789. Na. Ó, az igen. Hát jó, az amerikai legfelsőbb bíróságot akkor alapították, igen. Tényleg? Nem is tudtam. Mert... Akkor azt a határozatot kérem vissza, mert benned nem bízok magam. Elég komolyan vagy. Így. Jó, bízok benned, csak néha elég hebehúrgya vagy. Ez mit jelent ez a szó? Sztörtje. Hogy néz ki? Hogy a faszomban néz ki? Tényleg, hogy néz ki? Hogy kurva jó. Na szóval akkor folytatod a tervet? Most egy megfelelősen határozatot, igen? Igen. Tehát hogy folytatódik? Tehát mindenki látta a térképet, amit kaptunk ma? Igen. Nem. No. Én nem láttam. Melyik az autópálya, ahol mindig szoktunk bankot rabolni? Keleti? Az északi. Hát, nyugati? Északi? Nyugati. Vagy nyugati? Nyugati, hát, ne? Nyugati, ami Paletó fele megy. Ja, az nyugati. A nyugati. Mind a kettő oda megy. Tehát minden összekötődnek. Jó van, tehát a nyugati, azt látom, hogy a nyugatira mennek ki, vagy a nyugatiról jönnek be a városba, és a dokkok felé mennek. Át nagyjából valahol ott a városháza környékén fognak átmenni, és ott van egy kurva egy jelölés a térképünkön. Nagyban, köszi szépen! Bárhol rá tudunk rajtuk tudunk csapni. A lényeg az, hogy Steve Haynes szerez nekünk pár lépjárművet, csak tudnunk kell, hogy pontosan hányalásunk. Mert a predikt, sikerül elhoznunk valamit? És akkor igazából gyakorlatilag ezekkel a gépjárművekkel, ezekkel a szirénázó gépjárművekkel, illetve egy kurva nagy fegyverszállító gépjárművel, ami lesz egy locsoló cső, és aki vezeti és használni meg a locsoló csőt, annak levágom a pöcsét. Jó? Ez nagyon jó. Bárki, aki vezetni fogja ezt az autót, a locsoló csőt nem használhatja. Vice President, Anastil meg Silas. A lényeg az, hogy ezekkel egy ideig követjük őket, aztán szépen elálljuk az útjukat, és akkor utána felolvassuk nekik, meg átadjuk nekik a határozatot, amit nyilván meg is tarthatnak. Aztán szépen, hát úgy nagyjából az egy harmadát, tehát nem tudom, tegyük föl, van náluk 40 fegyver, akkor mondjuk olyan 15 darab kis pisztolyt, meg 2-3 nagy kalibert, azokat szépen átpakolunk majd az autóinkba, és szépen elindulunk, és... Itt a brainstorming végén várom az ötleteket, hogy hova a faszomba szállítsuk őket, hogy mi legyen az FIB-nak a kivizsgálási pontja, ha esetleg követnének a rendőrök. Ki van lepsz esetleg? Ez egy egész jó ötlet. Mint hova szállítsuk a fegyvereket kivizsgáltatni? Igen. Hát van, van egy jobb ötletem. Az ott van egy ilyen katonai kiképzőközpont a Substancia Ródon. Az is jó. Az is jó. Az még jobb. Tehát ezért tengerparton is van valamilyen személy. És akár el is játszhatnánk azt, hogy hú, van egy jobb ötletem, hát ugye ezek a... Na, bocsánat, csak a székre nem akarok leülni többe. Hát a Substancia Roadnál ott két opció van, ugye, hogy vagy el tudjuk őket vinni, vagy el tudjuk vinni oda a kivizsgálóközpontot, és lehetne az is, hogy az egyik riótot mondjuk eltérítik véletlen a másik irányba, és kipakoljuk belőle a fegyvereket, stb. És eljátszuk, hogy vízbe esett a kocsi gyakorlatilag, és hogy a tenger mélyén van, és így legalább nem fogják visszakérni 3 nap múlva a fegyvereket, nem? Ez lehetséges. Kérdés az, hogy akkor két riotunk lesz? Csak lehet, nem? Hát... Jó. Hát jó, mondjuk nem követik, akkor igazából tényleg fölös, de igen, akkor lehetne az alibi, hogy a vízbe esett. De jobb lenne, ha követnék, és akkor látnák, hogy meg is történik, csak akkor meg hogy pakoljuk át a fegyvereket. Jó, ha nem történik meg, akkor viszont le kell fotózni, hogy vízbe esett a cucc, az kész. Igen, az egyik, az igen, a másik megértve, hogyha hát úgy van, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon... X-terv az is lehetne, hogyha nagyon követne minket, és nem tudjuk magunkról leszedni őket, hogy lefegyverezzük őket. Mert nem hiszem, hogy az egész konvoj minket fog követni, csak némelyik egységük, érti?
Igen. Hát igen, na csak hogy meg, ja, jó, mondja tovább. Meg itt vannak ezek a tagok, akik majd akarnak fegyvert eladni. Az csak... egyik legnagyobb bukási esélyünk azt egyébként az, hogy nem fogadják el a határozatot, de ez hát reméljük nem történik meg, úgyhogy ezt most egyelőre erre nincs B-terv, akkor lefegyverzünk, amennyit tudunk. A másik legnagyobb bukási esélyünk az, hogy össze fognak téveszteni minket is a fegyverszállító konvoja más szervezetek, úgyhogy ebben az esetben mindenkinek kell, hogy legyen fegyver. Viszont amikor ott vagyunk és a fegyvereket kipakoljuk, senki nem veheti elő őket. Már onnan bukik az akkor lesz nálunk fegyver, vagy nem? Lesz nálunk fegyver, de amíg a rendőröknél nem vesszük elő a fegyvereket. Most akkor ja, értem, csak figyelj. Tehát akkor visszünk fegyver, de nem veszik elő véletlenül se. A rendőröknél nem, de hogyha más megtámad minket, azoknál igen. Hát jó, csak jó. Hogyha azért. Jó, ez így jó. Illetve lehet, hogy ebből a szempontból egyébként jó lenne, hogyha miután megszereztük a fegyvereket, akkor a hegyi utakon mennénk a Sustancia Roadra, és nem az autópálya. Hát nyilván. Jó, legyen így, én azt mondom, benne vagyok. De várj, jó, akkor folytassuk így. Most ugye, hát, hány ilyen ügynök legyen egyébként? Hát szerintem egy 3-4, max szerintem többiek. Többiek meg ilyen... Megvan a szvartos ruha egyébként, tudod. Ja, de azért akkor 3-4-en beöltözünk ilyen izének, aztán kész. Beöltözök én is veletek izének? Hájájájá, még gondolom, Manastil. Én megyek valaki... fenyegetni a családját. De mi fenyeget, a család fenyegetés. Ja, tényleg, a család fenyeget. Ott lesz velük a Steve, várj, ott lesz velük a Steve, ő lesz ugye az ügy. Hát de baszkán, ezt írj, mi van, ha mi nem bírjuk olyan jól előadni ezt, ezért értesz ezt ilyen dolgokhoz, hogy jól elő tud adni azért. Steve elő fogja adni, mert ha nem, akkor fejbe lövöm a lányát. Ja, Steve jön. Ja, jó. Igen, ő megy. Hát azért megyek fenyegetni, akkor hogy Steve, menjen. Steve, meg akkor még Silas, én, meg ki az, aki még bevállalja? Hát Murdoch, amúgy két szerintem... Hát Murdoch szerintem jó lenne erre a feladatra, nem? Hát jó. Igen, ő jól tud magyarázni. Így van. Akkor megy. Az a lényeg, hogy valamit. Egyébként valahogy úgy kéne megcsinálni, hogy valami kamu sorozatszámokat, vagy valamiket... Ezt fogadni chat közben, hogy vajon ki tudjuk hozni a dolgokat, és sem. Nyomjátok, csináljátok. Ők a fegyvereket. Hogy ne az legyen, hogy csak hopp, akkor kipakolunk, hanem mintha mondanátok, nézzük a papírt, és arról mondanátok. Az egy fegyverszállító megtámadása, nem pénzszállító megtámadása. Én jó, vagyok hülye amúgy. Sorry, elírtam. Mit tudom, esetleg, ha tudja a típust valaki, akkor nyilván azt is mondhatja. Hülye vagyok. Sorry, fegyverszállító megtámadása, nem is pénzszállító. My bad. Ott a kép a izén, nem? Azzal fogják szállítani. Nézd meg ott a rendőrségi felhívásokat. Nem olyan autóval fogják, az milyen autó az? Hát van egy smiley az ablakán, a Bobcat. Viszont kimegyek megnézni, ezek itt vannak-e, mert nem akarom itt nagyon sokat várni. Ez egy nagyon komoly pénzt. Adnak el fegyvert, de akkor így megvan beszél minden, ugye mindenki tudja, mi a feladata. Ja. Nekünk még össze kéne dobni a helyzét, ruhát, hát igen, nem? Csak a nevekre nagyon figyeljünk, hogy semmiképp se, tehát úgy hívjuk egymást, hogy te. Héte. Okay, héte. Okay, ne az legyen, hogy igen. Rendben Magnum. Oké, okay, boldog. Jó, én annyit kérek majd, hogy kell egy létszám, ezt számoljátok össze, én meg most elmegyek, ezt megszerzem ezt nekik. Jó, számoljátok össze, mert annyi 11 itt vannak ők. Már mondtam, hogy jönnek. Jaj, hogy ezek bejöttek ide. Hát azért mondta, hogy bejöhetnek. Mindenki bejött. Jó. Akkor ja. Szevasztok! Hé, te! Sziasztok! Ja, pálya! Szia te! Csá! Most akartam írni, hogyha gondoljátok, áttehetjük későbbre a 8. Ja, nem, mert most már ráírjunk, csak meg kell beszélni itt pár dolgot. Na, mi a pálya veletek? Nagy faszúak. Sziasztok! Te vagy a legnagyobb. Hello. Minden fasza. Annyi van, hogy mi lehet kicsit sietnénk, már 8-kor lesz. Ja, nyilván mi is, úgyhogy jó, annyi. Azt beszéljük meg, hogy akkor nektek külön lesz, mert még igazából mi nem állunk úgy tapasztalatilag, hogy jó legyen, de szerintem napok múlva jó lesz. Hogy mit szeretnétek első körbe, hogy mire, mit tudom, hogy feküdjünk rá. Igen, mi annyit akarunk, hogy nekünk ne kelljen alapanyagot adni, hanem oda a pénzt adunk, onnantól mindent elintéztek, mondatok egy árat, hogy érted, mennyiért csináltak egy heavy pisztolyt meg nekünk, meg annyit kérünk, hogy baszki, nyilván, hogy nektek és meg nekünk is virágozó legyen, hogy ne az első eladásban már 40-50% profitot akarjak húzni, mert ugyanúgy nem fogjuk megvenni, mert sajnálom minden, hát majdnem mindenki ilyen idióta a városban, hogy fegyvert akar eladni, meg ilyenek, aztán 50-60% profitot rá akar baszni az első eladással, aztán hát nem nagyon vesztőlük senki így. Szóval benne lehetünk simán, hogy odaadjuk a pénzt érted, kitaláltuk egy profitot magatoknak, meg is nyilván nektek összeszedni az alapanyagot, meg legyártani, meg ilyenek, aztán meg megveszük pénzért. És akkor nyilván, jó, hát nyilván. Ti dolgozzátok, mint ti találjátok ki, hogy mennyire akarjátok eladni. Nyilván most kétszer annyit, mondom, ilyen 50%, meg 60%, meg ilyenekért nem fogjuk megvenni.
Mint hogy annyi extrában gyártáshoz képest, de hát majd találjátok ki egy árat. Aztán szerintem, hát mi mit akarok menni, heavy, meg vintage, azok simán nem. Heavy lesz. Jöhet, persze. Jajaj, azok jöhetnek nagy mélységbe simán. Akkor nem a soti? Á, nem, amúgy szerintem az egyelőre nem. Nem, nem. Jó. Tiszta jött leginkább. Jó. A nagy fogyó cikk. Én most értem át az a baj a izére. A SMG-re. Hát figyelj, majd még. Ha az is kell, akkor azt én már tudok. Lehet még az is kell, nem lehet tudni. Egyelőre biztosan a pisztolyok. Jó, hát akkor úgy csinálják. Az már szerintem így ez fix meg lesz a napokban. Meg én nem is szerettem volna annyit úgy rátenni igazából. Most nem ebből akarunk pénzt szerezni, mert ott van az ékszer, a bank, meg minden más. Szóval majd kitalálunk faszán egy árat, meg az is kell ehhez a virágző üzlethez, mint a kokónál volt, hogy ne legyen átpaszás. Ja persze, igen, meg akartam fel is dobni nektek, hogy nem tudom, hogy vagytok a mikvalszal, meg ilyenek, hogy most jobban vagytok, nem vagytok jobban, stb. Hogy milyen viszonyban vagytok. Hát mi azóta nem voltunk lent az utolsó malőr, hogy valaki nem szólt az Equalsznak, aztán le lettünk túlra. Ja, hát én arra gondolok, hogy amúgy érted, most... Ma most hát, ahogy van, akkor, hát ahogy van, akkor mehetek nyugodtan kokainozni, nem kell nekik szólni, most szóljatok, ott vannak, aztán baszogatjuk őket kicsit, mert... Ja, most izé, ő lenne az akkor, akit kiszemelt célpont? Nem feltétlenül kiszemelt célpont, csak érted, itt ülnek a vagyonon, nem közben csak semmit tevés megy, érted, hát... Ha már itt ülni akarnak a vagyonon, meg egyfolytában itt mindenben benne lenni, meg mindenki a jóba lenni, akkor ne hagyjuk már azt, mert ők megerősödnek, ha még mindenki spanolnak, aztán majd egyszer fordul a kocka, aztán amikor úgy érzik, hogy most már eléggé megerősödtek miattunk, akkor majd jó árba szúrnak, érted? Jó, benne meg vagyok. Meg kell őzni, talán. Nem azt mondom, hogy itt háborúba kell menni velük, milyen? Kicsit csipegetni őket, érted? Akkor nem számítanak rá. Jó, oké. Annyi van, hogy a kokót mostanában nem nagyon erőltettük az utolsó óta, meg ha lementünk, akkor most már úgy mentünk le, hogy mi már nem szóltunk senkinek, már leszartam. Hogyha ja, jobb is az, hogy szerintem figyelj. Aztán le is jöttek az öregék, a takasiék a múltkor. Hát aztán 8 azt ember. Volt. Aha, ott el lettek kurva rendesen. Szóval... De és... Úgyhogy nem, mi segítsünk. Tegnap lövöldöztünk ott a rendőrökkel egy adagot. Ja, azért mondom, hogy ha úgy van, hogy ti van nem akartok valami más, nem szeretnénk, hogy így más nagy gyártsunk meg minden, mert igazából kétszer megégettük így magunkat, hogy el lett felejtve szólva, aztán pont ránk nézett, úgyhogy úgy vagyunk vele, hogy már így ezt megcsináljuk magunknak, bevédjük magunkat. Nyilván nem örülnék neki, hogy mondjuk ránk durrannátok, mert az lehet nektek is, mert nekünk is rossz lenne, de már ilyen másnak főzésében így már nem szeretnék benne lenni. Ja, nem hiszem, hogy nagyon érdekel van minket, csak azt nem szeretjük látni valaki ott van, aztán itt ül a vagyonán, aztán... Ja, nem, mert mi alapból mondom, ilyen napi fél órát akarunk gyorsatot megcsinálnunk, faszán, be van fajnva végül, már megvan úgyis, hogy akarjuk, aztán ennyi. Jó van, de jó. Akkor meg majd mondjatok a pisztolyokra árat. Ma holnap, amikor megbeszélitek, mondom, nem kell 3 hét hozzá. Ja, nem, hát akkor az már szerintem meg lesz amúgy, csak most tennap előtt azt mondtad, hogy a sotik kellenének. Ja, hát még hát ez még pár napja volt. Hát igen, mert engem az érdekel, de az van most egy párunk, aztán az is ja, jó, de hogy pisztoly az, ami nagy tételbe kell, azt gondolom, hogyha már akartak eladni, akkor nem egy-két darabot akartak, hanem inkább 10-20-at érted. Ja. Jó, csak ne legyen az, hogy 2 nap múlva megint valami, tudom, más szeretnétek azt. Ja, nem, a pisztoly. Ez mindig kell, azért is mondom ezt, mert ez mindig fagy, úgyhogy ez a legfixebb, ez mindig kellene, fog. Mi meg lusták vagyunk gyártani. Ja. Na, és ti alapanyaggal hogy vagytok? Nektek azért van, már van nekünk is, de hogyha mondjuk itt neki megyünk a nagy gyártásba, üzemibe, akkor az el fog fogyni, aztán nem tudom, hogy adják itt a városba. Most hát, mi így nem állt be. Azonban nekünk sincs amúgy, mert nem csinálunk semmit, érted? Nem dolgozunk az a baj, lusták vagyunk tényleg. Rablunk. Ja, meg a napokban a száj leszik ott a fegyverkraftnál, ránk durogtattuk egy AK-val, pedig csak a benzinkutat szerestük. Így jár, aki kíváncsiskodik. Senki nem kíváncsiskodott, csak a benzinkút felől kíváncsiskodtunk. Kétszer. Azt egyből, bár ott vagyok az úzor, azt mondja, nagy AK, ez durrod. Na, mondom, akkor menjünk innen. Csak van egy béna sofőrünk, aki azt se tudja, hol van a izi benzinkút. Nem mondja, hogy szar lehet. Nyomjátok. Jó, mi is megbeszéljük, nyomjuk. És akkor ügyesen ahova mentek. Jaj, ti is. Valamint, ha esetleg feleséget keresek továbbra is, egyébként van $5000, hogyha tudtok ajánlást tenni, akkor... Lenne. Úgyis megkapta, hogy a pénz és a hatalomért van, szóval egy prezident. Tele vagy a pénzzel. $40+. Mi kell ja, pont szereti. Pont a pénzére. Egyébként tényleg. Hátalabb olyan kicsit.
Megtartóztatok éppen. Igen, nagy csalódás volt az utolsó. Silas után. Igen. Tényleg Silas után. Meg azt az ütt azért pótolni oda kell? Ja. Igen. Mondjuk, hát, igen. Hát, ha 6 cent is pusztító, nem elég oda, mert... Hát, az nem. De beparkolt egy komplet. Jó azért. Hogy egy 24-es padlizsán volt. Na bassza meg. Dicsekedem. Szóval lesz nekem azt mondja, hogy kicsi a fasz, elmenye mindegy, érted? Dolores? Mindegy. Nem, kicsi ez volt. Tévedés. Nem. Most minden. Jó, jó, mindegy igazából. Végső károkat okozott bennem. Nekem hánynom kell. Kicsit. Igen, nem mindegy. Jó van, akkor jó, jó, okay. Sok sikert nektek. Majd megadom a Doloresnek a számadat, aztán, hogy új van, akkor felhív, majd mondjuk. Jó, hát ez a beszél, ezt már szeretem. Jackpot lennél, jackpot lennél. Hát persze, tele vagyok pénzzel. Úristen, jó. Kutyáinkat elütöttétek? Nem, itt volt mind a kettő. Még mellé is feküdtünk megsimogatni. Ja, még csak a... Hát csak dögök, hogyha kértek, elték belőlük. Ja, na. Hát az öreg ajánlgató nekem is. Jó van, nyomjátok sok sikert. Ja, megyünk. Oké, csősz. Sziasztok. Csak aki éhes, ha nem? Na, szálljunk, elintézem ezzel a hénszel a dolgot. Mi menjünk. Jó, na, gyere, gyere. Nyomjad! Igen, Matteo! Puszilom a feleségét! Felesegge! Ben! Elhagyta a feles... Hána van pisztoly. Ez ki volt? Azt a miája. Okay. De szépek vagyunk, basszátok meg! Szevasz, Tibi! Hello! Nem vagy a szép! Egyszer egy nyúkájon! Hozom a formát! Egy nyúkájon egyszerre, mert... Igen. Te beszéltél meg velük 80-as darab árat? Nem, az még mindenki. De különösebből nem tudom, hogy lesz elég. Mi egy jó ár, amúgy heavyből, meg izéből, még vintage-ből, mi lenne, amire azt mondjuk, hogy jó, amit mondanák valami. Anasz is ott volt. Mindig hozni fogjuk, azért beszélt meg annyit szerintem velük. Jó, oké. Mindegy 12 000-t ki kellett rájuk fizetnem, szóval tényleg kellene fog újra. Mit hoztak? Tehát akkor mondjuk mondanak egy 2008-at, az kurva jó. Az jó. Annyit nem fogom szerintem. És be, hát, mondjuk, nem. 3004-3005-ig elmehetünk. És az még jó. Hát 3000 sem rossz, azért érted, mondtad, hogy mennyi mondjuk legyárkodni alapanyag a 2000? Nyugodjatok már egy pillanatra, lőszerből ne vegyetek ki annyit, azért mert nincs. Hát 15-öt kivettem, most hát most igazából kivettem 120-t annyi kell. Ja, jó, oké. Igazából fejben volna meg. Legyártani mennyi? 3000 körül. Legyártani egyet? Na, változó, hogy mennyire tudod megvenni az alapanyagot. Ja, ja. Én viszek nagyot amúgy, én viszek nagyot a szarokra. Mennyi alapanyag egy összességében, hogyha mondjuk érted, kevesebbét csinálod? De hát el kéne mennünk lőszerben. Azt a Esposito tudja. Meg a Fater. Mi mennyi vagy, micsoda? Gyere! Nem akarom zavarni a többieket. De kérdezem, hogy... Hogy egy heavy-t összességében, hogyha érted olcsóban csinálod meg ilyenek, akkor mennyi alapanyag megcsinálni, mondjuk mennyi gumi, mennyi fa ilyenek? Tudod fejből? Hát a heavy-t azt nem, de a vintage-et még tudom, azt igen. Ja, és az mennyi akkor csak kíváncsiságból? A vintage az, ha jól tudom, 16 fém, 8 gumi, 9 fa, meg 5 műanyag. Ez olcsósítottál? Igen, igen. De akkor mondjuk elmegyünk, érted, na várj, 16 a fém volt a legtöbb? 16 fém, ja. Aha. Most a, tényleg a autólopásot, raboltatok ma autót? Ja, nyomtunk jó páros. Azért van ennyi gumig most. Ja, most akkor jobb? Sokkal jobb. Na, kiváló. Jó, hát akkor... Tehát akkor mennyibe jön ki egy vintage legyártás? Ilyen 2005? 2000? 2002-2008, vagy ha ilyen 83 számhoz kebbé emlékszem. Vagy ha, nem tudom, mindjárt számolom. Micsoda? Még a 8-asára az viszonylag magas, nem? Várjál. Kapcsi, köszi a kedvést, neked is köszi Milán, Milu, Márk, Marcelo, Szabi, Nikolász, Lomti, Alteregon, köszi mindenki a követést, Tüdi, szavazta, cső, mi a helyzet, ékeverek, hogy vagytok a mai napon? Hát nem hittem, ilyen 63 számoltam szerintem régen. 63 számoltál? Ja, akkor ilyen 2002-80 körül van. Haladjál már, Riki. Jó, 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 megyünk, nyomjuk, nyomjuk. Lesz a lábadat. Gyertek, száj lesz meg izé. De megyünk az én kocsimmal. Izé a benzideidő. Van kocsim itt, gyertek. Igen. Hát 8 személyes. Ja. Ti a szatos ruhába mentek majd. Hát csak még nem mondom, hogy ne öltözzen ebből, bazd, ha meglátnak így, akkor ebből lejön nektet. Főleg itt van, bazd meg. Melyik részen akarjuk ezt a tizét csinálni? Melyik részén a szállításnak? Az Gabcsics, ő. Az útvonalba? Hát igen, még nem látta az útvonalat, ugye? Hát...
Melyik részen akarjuk csinálni? Menjünk, te gondolom minél hamarabb annál jobb, mert hát ha leerültünk valaki, de csak a zsákmányra, érted? Arra, mert meg nem megyünk ki a... Itt ebben a... Ja, ne ölt, ne itt öltözünk, jogosja. Nem kéne oda kihívni a többieket? Miért sem tudom, hogy hol lesznek az autók? Én se. Csak ne itthonra jöjjön már, érted? Én azt mondom, hogy egy korai szakaszába kéne elkapni a ja, szerintem is, hogy valaki megvan a térkép. Fejben van ezt írt. Várj. És ki, ha ide megyünk ki... Nem aztán ezt írt. Egy része nincs meg nekem a tervnek, hogy melyik szakaszon, melyik szakaszon megyünk oda a rendőrökhöz majd. Ezt még nem döntöttük el. Hát jó, csak én mondjuk nem vágom a térképet, érted? Akkor most azt tudom, hogy mikor kéne, hova kéne oda menni. Igen, ez az a probléma, hogy mi se tudjuk azt, hogy most egyébként ők Paletóból jönnek, vagy Paletó felé mennek. Azt tudjuk, értem. Hogy a városon keresztül mennek valahol ott a városháza környékén, és mennek kifelé a Paletó felé, vagy befelé a Paletóba. Ezért majd hát körül kellene nézni meg, majd látni kellene, hogy esetleg bármit tapasztalunk-e, vagy hallunk-e bárkitől, hogy merről jönnek. Ezt a részét. Igazából készszerétbe kell állni, azt lehet ez közlemény, hogy mi a fene van. Így van. Jó, és ez a Steve csávó intézi a riottokat is amúgy? Mindent ő intéz, most már éppen. Elküldtem, már itt vagyok a feleségét, itt szirógatom, üdvözlöm téged a Magnum. Ó, szép asszony. Ó, a Magnum! Leszopnám! Add csak meg a számát a kis szép hölgyecskének! Kezét csókolom. Magnum úr, végre! Steve, ez nem tud megbaszni, de maga! Kéne, persze, hogy ne! Araszti nagyjárt kömélye megkérdezni-e! Araszti anyádat is jól megkúrta ez az ála! Magnum, így van. Most már! Miért? Hát most Araszti, miért mondasz ilyet? Mert ne az anyámmal csajozzál már, haló! Legyen már eszed! Ja, bocsánat, igaz. Ah. Hát igaz. Na, majd keresni fog titeket a Steve, jó? A tartágeci az ember amúgy. Megmondtam neki a frekvenciát. Jó, szeva. Szeva. Ja, nem kéne hívni, de mindenki is győződik. Zanász, ez teljesen be van kattam a vágod, ez teljesen ugye. Igen? Persze. Hívjunk ide ki mindenki, de itt töltözzenek át? Mint ahogy olyan. Ja, aha. Várjál, és reggé is tudják dugni a járműveket. Ja, nem motorok, én is elrakom a hátulra. Mi legyen a szed? Hát nekünk valami öltöny, de nem muszáj ugyanolyan öltönyünk legyen, csak ilyen... Nézze, van ilyen nyakbalkasztó, azt mindenképp rakjuk föl. Meg ilyen találni magunknak neveket. Ügynök. Milyen ügynök leszel, Murdoch? Titkos. És milyen? Fekete. Szerintem ez beválik a fekete titkos ügynök. Jaj. Ezt fel is veszem, ez lesz az izé, az azt néz. Nagyon jó, ezt mi? Figyelj! Figyelj, nem muszáj öltöny belénk, érted most? Én tudok egy jót amúgy, figyelj Riki. Ez a fekete kabát. Csak jó volna valami jelzésre. Van amúgy egy nyakbalkasztó. Van egy nyakbalkasztó, mert figyelj, mit mutatok neked amúgy. Tudod mi a baj? A nyakunkon van egy színőr. Színőr felirat. Mert tehet a korom meg. Ők se tudják amúgy. Nem? Nem tudod olvasni? Hát jó, bazeg, amúgy. Van valami nyakbalkasztó, amilyen FIB is, nem? Van, ilyen IA sem. Ja, arra gondolok, igen. Vége fele lesz. Rendőrségi sának, aminek. Ezt figyeld, ez milyen ügynökös, ez a felső, nézd meg. Nem látlak. Ja. Nem találom az IA-s izét. Várjál, és van egy ilyen matriza. Hanyas polcom van. Ez, kell a kalás. Megvan. A 416-on, de figyelj, van olyan matrica a hátadra, mint az FBI-soknak a jelen, az meg ilyen sasok. Aha, figyelj. Várjál, azt az... Nézd meg! Beállok úgy, azt... Wow, hát... Nézd meg ezt! Várjál, ez kurva jó. Ez kurva jó, nem? Várjál, elolvasom, mit ír rajta. És jó, most rá kell, numero uno. Jock Cranley, it's go time. Szerintem ez nem túl komolyan mehető. Igen, pedig kurva jó. Hát... Olyan, mint valami... Maga kabát jó, nem? Hát maga kabát jó, aha. Csak nem tudok alá venni semmit. Hát még az probléma, igen. Nem bólót tudsz, nem?
Hát nem, amúgy nem. A titokzatos titokszolgálat a szövetségünk neve, nem? Tehát akkor érted, nem vagyunk, nincs izé. Mi vagyunk a... Ja igen, tényleg vagyunk a titokzatos titokszolgálat. Úgy csak ott ne legyen az a Murph csávó, akivel múltkor beszéltük azt izét, mert... Csak nem buktat le, mondjuk nem buktathat le így se. Mellényeket lekapjuk. Jó, mi zene, nem chat? Valami kis chilles? Chilles? Mit szóltak? Hallgassuk meg a I Go Out-ot. Annyi szalag, hogy ezt a zenét, de nem bírom megunni amúgy. Nem bírom megunni amúgy tényleg. Na, szóval kéne nekünk egy rendes felső. Mi volt az a felső, ami van rajtatok? Jackie. Ez a... 416-os. 416? A... Kocsikat dugjátok, kocsikat dugjátok el. Kikezeljük. Kocsik el vannak dugva? Igen, mindjárt. Aha, mindjárt. Talán kell egy póló. Te vagy az. Ó, nagyon jó, amúgy a 60-as inget, ez 60-as póló, inget fel tudod venni. Nem, azt nem kell egyelőre. 60-as inget. Aha. Akkor mozgba kilóg a fél pofá. Nekem a 200, ez ilyen rendőr ingem. Ez kurva jó. 212? 212. Ing. Felveszem a nyakkendőset, ez nagyon én vagyok. Ez így van. Még ára biztos nem veszek nyakkendőt egy izé Jackie alá, érted? Ki csinál ilyet? Mi a különbség? Esküszöm, nem látom. Mindegy, ez így jó lesz. Úristen, ez a zöld gatya nagyon csúnya. Már jó az, Pati? Aha. Ó. Milyen radrágot kéne felvenni? Nadrágnak ti miért vesztek fel? Ilyen válaszol nadrágot? Vászom ki ez? Aha. Tényleg amúgy. Ez hanyas az a vászom gatya? 171-es polcom van. 171? Ah, ja. Hát én amúgy lehet más kabátot fogok felvenni, várjál csak. Ezt vagyok, ez nagyon én vagyok. Az a baj, most belelúg az ingben. Mi volt a 20-as ing volt? Valami, valahogy itt találtam egy inget, ami jó volt, nem? Ah, ez mondjuk tök jó. Ez a fekete? Ú, ez nagyon én vagyok amúgy, na, most meg kell kapni a maszk, vagy felkapunk egy szakállat amúgy. Mert nekünk ilyen szakállat is kéne felcsöpni, meg minden ilyesmi szerinte. Az fix, hogy ne, meg fölkapni. Új, vörös leszek. Mondjuk ez inkább piros. Öreg? Úristen, de vagyok ráncokkal. Nyaklánc? 128-as polcoma. Majd mit csináltam? Ez hol volt? Oh shit. Puta! Betegen nézünk ki. Azt nézd, fia, ha felkapunk egy hajgumit. Ez a sapka, ez nagyon én vagyok, nem? Ez a kalap. Te pajat! Ú, ez így nagyon jó. Vagy csak ezt az ürgét, aki jön? Te. Már itt van a rádió. De, valahogy szedjük fel. Nem tudom a nevét. Steve Haynes. Mi történt a fogalma, ja? Vagy Stevie? Mi a köszi a Prágos 20-et, köszi szépen! Faját, fiát, félek akkor. Hát, biztosan, hogy öreges járás sérül, vagy melyik az? Van egy ilyen öreg járás, nem? Fú, mi annak a neve? Csak nem öreg. De ú, tudom, Lester. Ja, az Brex, cső. Az igen, ne utalap vagy. Most voltam vásárolni. Én gyorsan át kell mennem, átfestettem a frizurámat egy fodrásznál, szóval mindjárt jövök. Várjál, nekünk is kő. Várjál. Ja, tényleg. Ennél öregebb nem lehetném, ahogy lassan ma sírba lesz. De igen! Kis unokám!
Én a titokzatos titokszolgálattól jöttem el, érted? Amúgy először nem úgy volt, hogy titokszatos. Paradizálsz, vagy mit csinálsz? Titokszolgálat. Titkosszolgálat. Miért paradizálsz ki az öreget? A színen azért van a nyakamon, mert régen színerszes voltam. Melyik az a nyakbakasztó? Ami 172 volt? Volt. Mennyi volt? Elmentett arról? Nem. Titkos magnum. Az a baj, hogy nézzek is. Ez eredeti szőke, nem? Szőke! Na azt, figyelj mekkora azért, FIB-s vagyok így. Az a nincs, hol van, melyik az? Ez tényleg elég FIB-s. FIB-s nincs, csak IAA. IAA van. Végesek beszélnek mellettünk egyszerre, 20-an. Ez hó. Mondhassa. Ugyanott, hát amúgy nem muszáj rajta is rajtad legyen, érted? Neked jól lehet a nyakkendő, érted? Ja. Vannak csillagaid. Mehetünk, gyertek, az nem tudom a bajba. A rendőrkapitány. És kit érdekel? Jó. Hát lehet őket, igen, amúgy. Elmegyek rádióra én is. Ez hol van? Most hogy a faszba megyünk oda? Futunk? Hát a kocsikkal, basz meg, amire ide jöttél. Aztán már leszed. Boldog, siess már! Mikor indul? 8 perc. Húha! Jó! Most fodrász, aztán menjünk mi is. Nem tudom, nem figyeltem rádió, hova kell mennünk nekünk? Oda van nekik, nem? Igen. Hát, nem. Ja, de ők hol mentek? Igen. Hát nem tudom, nem voltam rádión. Hát én voltam, csak ugye beszéltük közben, aztán nem figyeltem. Érdezd már meg, hogy majd hova kell mennünk. Érdem, hova kell még egyszer menni? Baj van. Kurva érte, az autó nagyon csúszik, jó vagytok? Valami csillagvizsgáló fölé, valami apalansz, nem tudom. Csillagvizsgáló fölé, apalansz, ez mi? Nem tudom, mit jelent. Galileo, még egyszer elmondom, ha megnézik a térképet. Doktor, itt megint két karakter derpézik, amúgy a szitóban. Sandy Shores irányába. Nem ilyen, figyeltek? Igen. Sandy Shores irányába. Találhat egy ilyen kis tanya a térképen, jelölve is vannak az épületek. És a Ráron. Mekkora a backseat-elt? Várom. Backseat? Jó, még jó, hogy nem láttam. Fú! Két éves follower backseat-el. Ó, még jó, hogy nem nézte a chatet. Én nem figyelek, én vezetek és hóban nehéz. Azt mondta Sandy Shores, idáig figyel. Én figyeltem be azok, de nem tudom milyen házban. Van még egyszer, izé. Hol van ez? Maguk ja, nem igazán Steve. Tudják a térképet alkalmazni, igaz? Jó van, Steve! Kussoljon, mert megöljük a családját! Jó, tehát még egyszer mondom. A csillagvizsgáló fölött, ha ránéznek a térképre, van egy grét csaparal felirat, igaz? Megtalálták? Igen. Az nekem is megvan. Igen! Burda pont, hogy igen. Jobbra a csillagvizsgáló után, fölül. Megvan! Na, amellett balra látnak a térképen kis jelöléseket. Az egy tanya. Na, azon a tanyán vagyok. Jó, megvan, ott találkozunk. Megvan már. It's a prank. Van az a hajstílus, ami új. És alapból akartam Rikinek, de aztán le lett szavazva elég csúnyán. Húha. Most nem találom. Szerintem a legvégén lesz amúgy. Hogy néz? Ki hord ilyet? Ez női haj? Hol van az, amit keresek? Az baj... Nem lehet, nem vették ki, hogy biztos, hogy benn van amúgy.
Nem tudom, hogy hol. Ez az. És melyik a... Ez így... Na ez így nagyon jó. Azt a mindeni... Zseniális. Na. Kurva jó. Nagyon keményen néz ki. Na meg vagyok. Baszki, mennyi idő lesz, miért kikapik ez a fehér festék a hajamból. Én csak ilyen 24 órásat kentem föl, de hát remélem nem fog izé leköpni közben. Szőkét és barná. Menjünk arra a tanyára. Na, mi volt? Great Chapel? Great. Ja, megvan. Nyomjuk. Hát kíváncsiak sikerülni fog-e azt a mindenségét neki. A rendőrök hülyék. És akkor Steve, mi most a titokzatos titokszolgálat nevében járunk el, ugye? Így van. Jó. Most így magunk közt azért elég béna névet, nem? Hát hogy szépen, kurva jó. A T, T, nem fogják bevenni, annyire az évük sem. Nem TTS, de hát hogy ne vennék be? Hát ez pont azért ez a neve, mert... érted, ne higgyék, ne vegyék komolyan, és utána pedig lebukjanak az emberek, akik korruptak. Ó, mondjuk az igen, de nem csinálódtak. Hát tudod? És a főnökünk akarnak beszélni. És a végzést akarnak. Az van. Hát, ó, tehát majd improvizálunk ezek szerint akkor. Nem lehet mindennel számolni. És ebben az autóban megyünk? Nem, hát egy, azok a riadokkal megyünk mi is. Ja. Lehet, hogy nekünk kéne egy izé. Hát nekünk jobb volna egy menő. De mindegy, mehetünk. Halló, Steve! Az oké, hogy a bevetési egység a riadokkal mennek, de nekünk kéne egy ilyen Granger, és abban a, azt hiszem van ilyen második fajtájú izé, Granger, aminek ilyen, hát ilyen felújított, legutóbb a titokzatos titokszolgálta olyanokkal mentünk, olyan esetleg... Tudsz van ott a garázsba? Hát itt ilyen F5-is Granger van, amin van sziréna. Ja, az is jó. Tökéletes, csak mi nem akarunk a nagy riadokkal menni. Ja, majd itt kiöltöztünk. És oda? Igen, mert mehetünk múltkor is. Ja, hát az tökéletes. A fekete hosszú. Orkom, az meg fog halni, macset. Egyen völjön át. Tőle láthatólag hány autóra lesz szükségünk? Oh. Ezek kemények mondjuk a minőségét neki. Ez azért odabaszódik. Szevasztunk! Szép napost. Ezekkel megyünk? 60 éve vagyok szolgálatban, fiam! Aga a Steve. Én vagyok a Steve. Seriáli. A család, üdvözlöm a családját. Igazából kezét a... csókolom a kisasszonynak! Szép napot kívánok, Steve Mace vagyok magát, hogy hívja? Az én nevem Sir Ronald Davison! Üdvözlöm Sir Ronald Davison! Hová kevítettek Angliába, amikor még ott szolgáltam? Akkor maga egy igazán híres ember, gratulálok önnek! Igazából el kéne dönteniük... Köszönöm szépen! El kéne dönteniük, hogy akkor hány autóval menjünk, mert... Van egy pár, de úgy látom, hogy mindre nem lesz szükség. Szerintem a bevetési egység üljenek hátba, a riotokba. Mi meg megyünk egy ilyen... Így van. Rendben. Én meg akkor szerintem megyek egy ilyen kisebbbe, és akkor öt autóval megyünk, vagyis négyen. A másik kettőt, ezt meg nem tudom, elrakjuk mindjárt itt az egyik pajtába. Jó. Jó, az én autómat is elrakom. Valakit, amit meg hívni akartok, akkor ne úgy hívj, hogy hét egyre majd, amit ügynök, vagy valami, érted? Ilyen használtok ki hivatalos. Igen, igen, katona, katona, az jó, az jó. Katona, ügynök, vagy kolléga. Valami mindegy, kolléga. És a Silence meg Murdoch nektek mi az ügynök nevetek akkor? Nekem Jacob Miller. Igen, Biscuitnek hívnak. Miller és Biscuit ügynök. Jó, én Ronald vagyok. Biscuit különleges ügynök vagyok, Lim Biscuit. Én meg Jacob Miller különleges. Sanzsó, ott jött csetem meg én. Különlegesek vagyunk, az biztos. Szevasztok! És el, jó, te neved öreg. Vele kéne mennünk, hát Ronald vagyok, Ronald ügynök. Akkor te menjél izével.
Ja, hogy három autóval megyik? Hát nem, 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 hát várjál, csak a nagy... Még hát hozzátok a másik nagyot is. Hát de szállj már be, te tudod, hova kell menni. Ja, az nem, az jó. Ronald? Hát de itt Steve vezet, nem? Ja, vagy két ilyen, nem menjünk. Jó, mehet így négyel. Hogy hívják az öreget? Először azt Ronald! Kell, hogy tudunk, most kezdődik elméletileg a szállítás, igaz? Ronald McDonald. Így van, igen. Igen. Jó, mi hol fogunk meg egyébként először bármilyen... Opa, elnézést. Na. ...dolgot tudnunk kéne, hogy... hogy tudunk rajtuk ütni. Azt mondta nekem azt, hogy önöknek volt valami térképe. Ez így van. Ha valami térképünk? A városba kell menni. Menjünk a városba akkor! Ha az ilyen fognak keresztül menni a Heavy Cave-en. Hogy hol? A Heavy Cave. Rossz a fülem, hol? A Heavy Cave. Hogy hol? Rádióba. Tényleg rádió, hogy hol? Heavy Cave. Menjünk a Heavy Cream-hez. Itt a nyugdíjas klubba lennénket. Na menjünk akkor oda. Akkor indulunk, akkor kövessenek. Én egy 100 éves a parancs. Hambasztom. Nem olyan helyen kéne úgymond elbújnunk, ami nem annyira szembe tűnő, mert lehet, hogy tényleg azt hiszik, hogy még a szállítmány, nem? Ez tényleg így. Zózó, köszi és Söderiket, köszi szépen! Valen, neked is köszi a követést, üdít, hello, szia, üdvözlőnek, szevasz, szevasz, hello! Majdnem ezzel ennyit vagyunk, pok, semp! Köszi minden chat! Szevasztok, csőit! Most indul a szállítás! Vessük be magunkat a lovak közé, kíváncsiak, sikerülni fogja a dolog! Volt is predikt arról, hogy most megy el, vagy sem! Kíváncsiak, ti mit gondoltok? Sikerülni fog, vagy sem? Így most beírhatjátok chatre is! Csoki, örök kezden szalad, nekem is! Jádom, Csokit! Már kalapkabát! Akár a temető mellett is várhatnánk. Rohagy meg itt. Csatorik a CT és 33-et, köszi szépen. Aztán azt is meg lehet, hogy maga felhívja a kapitányt, hogy ez a felülvizsgálat megtörténik, nem? Egyébként ez nem egy rossz ötlet, felhívhatom. Akkor viszont itt álljunk félre. Szerintem még kicsit ne itt ez a legszűkebb úton a világon. De egyébként csak nem hiszik azt, hogy mi vagyunk a szállítmány, hiszen képet osztottad meg a rendőrség. Itt van a rangersek aló. Azt mondtam Steve-nek, hogy hívja fel a kapitányt, hogy ezt most felül kell vizsgáljuk, úgyhogy álljanak meg valahol és mondják el nekünk, hol vannak. De te milyen ügynök is vagy, szállj? Én Jacob Miller vagyok, különleges ügynök. Titkos szolgálat. Jack Miller. Másik, amik... Köszönjük a kérdési követést! Öreg ügynök. Meg Miller ügynök. Én vagyok. Minden itt neki! Hajrá, Steve! Menni fog! Nektek is merevedésetek van? Én a hátamba. Ha hiszed, az már rég nincs! Neked is csak a derekad. Utoljára 20 éve! Akkor se neki. Kinyom a kapitány. Az nem jó. Ajjaj. Akkor ideje nyomozni. Hát akkor ideje tovább menni arra. Üdvözlöm, Steve Haynes vagyok, az FIB-tól, a korrupció ellenes osztálytól, a titokzatos titkok társaságának szolgálatától. Felülvizsgálatot kellene végrehajtanunk az önök szállítmányán. Szeretném megkérni önöket, hogy a pontos pozíciójukat legyenek szívesek megadni nekünk, és ott jelenleg biztosítani a szállítmányt, amíg odaérünk. Elrontott a nevünket. Mission abortus. Köszönöm. Steve. Most mit mondhatod? Kérem, tartsa a vonalat. Hívás a fontos számunkra. Nem is ez a nevünk. Oly. Biztos van, hogy zene megy a telefonba. Tudod az, amikor a lift beszól? Rendben, köszönöm szépen a tájékoztatást, viszont hallásra. Jövettem én. Köszi. Na mi a pálya? Az autópálya. Azt nem szeretem, hangos. Üdvözlöm, Steve Haynes vagyok az FIB-tól, a korrupció ellenes bizottságtól, a titokzatos titkok szolgálatától. Azért keresem önöket, mert jelenleg egy elég komoly bűncselekmény merült fel, amelyet szövetségi körökön belül kell kivizsgálnunk,
és tudomásunk van arról, hogy ennek a bűncselekménynek a kivizsgálásának folytatásához az önök szállítmányában találhatóak olyan bűnjelek, amelyek minket segítenének, ezért szeretném önöket felszólítani arra, hogy legyenek szívesek megadni a jelenlegi pozícióját ennek a szállítmánynak, továbbá, amíg oda nem érünk, addig biztosítsák a szállítmányt, akkor minden határozatot illetve szükséges. Elalszok a kocsiba! Rendben. Rendben. Rendben, köszönjük szépen. Viszont hallásra. Tudokusul beszélni. Igen, én most beszéljük meg, kis unokám! Most titokzatos titkos szolgálat, vagy titokzatos titkok társasága, mert már kétszer is más mondtál. Titokzatos, ugyanazt mond nekik. Titokzatos titok szolgálat. Jó. Titokzatos titkos szolgálat. Az a nevünk. Így van. Jó, oké. Na, mit mondtak? Induljunk Sandyhez, a sheriffséghez, mert ott vannak 5 perc. Jó! Akkor go! Sinners go! Kapcsoljátok fel a Ninót! Jó, most! Ne törtözz! Jaj, ne! Valak, nem tudom, mondtam-e, de képzeld el, tüdőembóliám van! Tegnek tüdőembóliám van, mit csináljak vele? Volt, azt akartam mondani, hogy volt. Bocsánat, csak elfelejtem néha. De már túléltem. 82 vagyok az itt, mert felejt az ember. Hát azt észre. Vagy már nem 75, bocsánat. Éljön gyorsan, haló. Kicsit lassabban. Meghosszabb utat választottuk Sandyhez. Ó, hát itt Steve nem ismeri az utat. Steve lehet, hogy szabotálja az akciót. Nagy az asszonykánya bánja Steve otthon. Na minden itt. Egyenesen! Na minden. Kurvára nem jó. Nem jó valaki, menjen előre, aki nem Steve, mert azt se tudja, hova megy. Kérlek titeket. És elakadt. Nyomjad. Már meg nem úgy egymás, baszki. Ja, várjuk meg egymást, meg közlekedjünk már rendesen. Nem mennétek többet, mint 100, mert ennyit, szomban ennyit tud menni az összám. Halljátok, biszkit! Nem nyomom. Igen? Ja, hogy ne menjetek többet 100-nál. Mi nem nyomjuk neki? Menjünk többet. Lehet, hogy tudod dobni. Mi az, ami nem kéne nálam legyen? Hát amúgy egy heavy pisztoly, mint alapból illegális, de... Ez itt most nagyon sok helyen megbukhat, chat. Betérünk egy kacskaringos földútra, félek. Félek, bassza meg, amúgy tényleg kíváncsiak mi lesz. Őszintén nem tudom, hogy beválik-e. Tényleg nem tudom. Simán menni fog. Én bízok magunkban. Sajnos ne csúszhatok lé. Rebben kollégák, köszönjék a kicsit úszabagot. De fő a pozitivitás, szerintem meg lesz, maga meg lesz. Maga mindig ilyen büdös? Nem, csak mióta magam alá csinálok néha. Hihetetlen, hova küldött engem ez az anasztia? A titokzatos titkok szolgálatának ősembere vagyok, így is szoktak hívni. A legrégebbi tag. 54 éve vagyok itt. Egy kitalált szolgálat. Igen. És igazi. Nincs semmi kitaláció. Hát milyen ügyeket bonyolított le maga 54 év alatt? Hát tudja, mit nem. Lehet, hogy több kokain szívtam fel, mint foglaltam le. De szerintem ez így van rendjén, a szívem már bánja is.
Mert ki kell élvezni az minden percet az életben, nem? Hát ez így van, de hát akkor önnek semmilyen legális jogosítványa nem volt, mi, és lefoglalt kokain. Majd mielőtt odaérünk, nagyon várjuk be egymást, mármint hogy egyetlenünk egymás mögött közvetle. Én mi vagyok? Ja, igazgató, ugye? A titkos titok szolgálatban, ugye? Igen, elfelejtett. Igen, ja, jó, igen. Istenem, Ronald Williamson. Csináltak, aki akar jelentkezni, Szeróra, felkérde Galaxy. Lehet jelentkezni, nagyon egyszerű. Úgyhogy aki esetlegesen érdekelt ebben, felkérde Galaxy. Most ugrik a majom a vízbe. Hamarosan. Percek kérdése. Percek kérdése gyakorlatilag. Hány éves kordon, nem sem jelentkezett, figyelj, 16 felett kb. 15-6 felett. Az alatt nem nagyon. Pontosan mi is a terv? Hát nézd és meglátod. Mindjárt megkezdjük megvalósítani, úgyhogy... Hamarosan kiderül, mert tényleg mindjárt odaérünk, aztán... Hát, indul az akció. Fú, a legjobb öreg RP-met kell előhúznom a zsebemből, baszki, mert ez nem lesz könnyű. Serépség. Ez nem lesz könnyű, chat. Minden lesz, csak könnyű nem. Ez a nagy helyzet. Serépség fölött. Helikopter megkövetni fog minket egyébként, most figyelni kell majd. Ha minden itt. Hát lesznek egy páran szerintem, chat. Biszkit, kollega! Biszkit, ügynök, jöjjön! Szép jó napot! Tiszteletem, mély tiszteletem, jó napot kívánok! Kinek kell bemutatni a határozatokat? Nekem kellene. Rendben, át is adom akkor ön... Mutatkoznánk közben! Én Rogers úr vagyok a... Hát Rogers ügynök igazából. Az igazgatója titokzatos titokszolgálatnak. Itt mögöttem Biszkit ügynök. Na maradjon csöndben, már régóta szolgálok, 54 éve. Ő Biszkit ügynök, és... Baszki, már mindig elfejtem, hanem is a neved. Miller, még mindig fogok. Miller, igen, kicsit új, meg sokat felejtek, bocsánat. Kész a nyugdíjas klub urai, ne haragudjanak. Én vagyok egyedül öreg itt, ne haragudj. Steve Haynes, az FIB-nak az egyik osztályos. Ja, igen, meg ő. Én vagyok a meghatalmazott. Ha át nem mennek rajtam egy... Igen, az az amerikai legfelsőbb bíróság. Igen, látom. Amerikai Egyesült Államok legfelsőbb bíróság, az Kultus, igen, 2005, tényleg 036. Igen, alapján az FIA korrupciós osztályodos, titokzatos titkok. Titokzatos titkok. Szolgálta. Igen, a TTS, hát igazából ez a hátrafedő nevünk, de igazából igen. Köszönöm, hogy elárulták a fedő nevüket. Ja, ezt nem kellett volna. Hát ez nagyon kérdés. Igen, szükséges lőfigyelme. Öreg magát, nyugdíjazzuk, ha vége van ennek az akciónak. Igen. Itt nincs elég nyugdíjam. Hát erőnkedjé neki. Így van, ott egyébként félig anonimizálva meg van jelölve az elkövető, megalapozottan gyanúsítatott elkövetőnek a neve. Az A, illetve a P csillag, M csillag-csillag el. Minden rendben, katonák, minden rendben! Aha. Ezt olvassa át maga is szerintem, mert... Mutassa. A titkos titkos titkok. Nem, titokzatos titokszolgálat. Jó, igen, titokzatos titokszolgálat. Jegyezze meg, kérem a TTS. Elnézést, először olvastam. Pedig én felejtek sokat.
Ebben biztos vagyok. 54 éve szolgálnék, szerintem mi már elfelejtettem volna 53 éve. 18 éves korom óta álltam be. Akkor hány éves vagyok? 3-at ütök. Jövőre nyugdíj. Hát ma idén. Elég sokáig húzta, az igazság. Imádom a munkámat. A sírban van. Na, nagyon jól tartom magam, egészségileg. Van esetleg listájuk arra, hogy milyen lőfegyverek érintettek, és igen, milyen ez fontos lenne, mert ez a pont jelenleg átlátható. Pontos listánk egyébként nincs megadva. Igazából át kellene néznünk az összes sorozatszámot, amit találunk, és köthető bármihez a jelentéseink alapján. Rendben, akkor fáradjon a bejebb. Megkérném, hát tudom, hogy nem a hatáskörünk, de megkérném itt a hátsó úriembereket, akik önökkel jöttek, hogy addig segítsenek a kollégáknak, és álljanak be egy ilyen olyan pozícióba, hogy legyenek készen ők is bármire, mert elég veszélyes területen vagyunk. Egy ilyen nagy gépjárművet mindenképp átrevinnénk, hogy abba tudjunk pakolni adott esetben. Egyértelműen megoldható. Akkor az egyik fekete autó be fog járni hátra, annak majd kérem adjanak teret. Melyikőjük az, aki jön átnézni? Hát én megyek. Mi vagyunk négyen azok, akik jövünk átnézni. Biszkit ügynök, és mi is a neved már megint? Még mindig Miller. Igen, Miller ügynök is jönnek. Hát új fiú még. Miután bejárt, utána állják el, hogy... Öreg, már 10 év vagyok szolgálatban, de mindig elfelejti. Hagyd rá. Én nem egyszerűbb a neved, komolyan mondom. Tiszteltem. Köszönöm neked. Tisztelet. Minden tiszteletem. Ez a kettő gépjárműről lenne szó itt. Ezek vannak jelenleg megtöltve. Épp a szemüvege. Akkor Miller, Biszkit, meg a félig hallott öreg, akkor jöjjenek, azt nézzük el. Több tisztelettel, fiam! Igen, uram. Több tisztelettel! Hogy menjek még a feketével? Az Irig urat még kérdezni, kér egy kávét vagy valamit, tiát, mert nagyon hideg van. Biztos kávé az nem jó a szívének van. A szívem nem jó, és alig lüktet. Tiát és eszlik. Zöldte esetleg. Az jöhet. Rindbi van, akkor bémegyek addig bi. Rendben. Azok itt tiát. Többi úr kér valamit. Nézd már meg a heavy pisztoly van. Heavy pisztoly? Szerintem a többiek meg lesznek. Rindbi van. Igen. Na, a sorozatszám 5, 4, 9, 10, 12, 3. Jó. Egy darab volt, ugye? Ebből a sorozatszámból nyilva. Jó. Jó, akkor találtam egyet, igen. 5, 4 volt, jó, akkor ugye? Nézni kéne még egy 7, 9, 10, 9-es. Ez kéne? 9-es. 7, 9-es. Ez is heavy pisztoly? Nem találok. Itt van, nem. Én megtaláltam itt egy másik, ez a nagyobb pisztoly, nézzétek, ott benn van. Nézd meg ezt a, ilyen nagyobb kaliberűnek tűnik. Ez milyen? Mert itt fő van sorolva. Öreg. Egy ilyen Desert Eagle-nek tűnik, az lesz az? Desert Eagle. Desert Eagle. Ah, izé, 90-72-48-as. Igen, igen, az az. Akkor az. Utolsó szem le van kopva, de gondolom 8-as. Hát lereszelti. Van egy 8-as és egy 7-es is, nem tudom, hogy most melyiket raktuk be pontosan. Másik gépjárműben is van? Nem tudom, mi van még a listán? Másik gépjárműben is van. Így van, nyugodtan nézzék meg. Hát még hiányos, itt még kell lennie. Illetve addig már itt akkor azt nyugodtan rakjuk be szerintem a mi gépjárművünk. Mindenféleképpen, és akkor erről kérnénk mi is egy listát, hogy mi az, amiket elvittek. Természetesen, akkor én ezt össze is írom a... Uram, egy pillanatra, itt a téjája. Köszönöm szépen. Nem akarom hordozni, térsik. Forró nagyon. Hát mélég, mélég. Az a kellém és langyos tudja. Mi ennek az animációja? Nem így szét a nyílvít égből. Átöltöttem egy ilyen kávés, basz jobban szeretem. Rénybé van, égiségére. 79-26. 26, azaz. Jó. Várjatok, nekem is fel volt írva egy... Maguk sokat dolgoznak? Ez titkos. Mi? Nem látszik! Vezetés jó? Ez is titkos. Oh. Nekem is van még egy... Elnézést. Hogy ment eddig a szállítás eneknek? Biztonságban tudtak
érkezni vagy? Így van. Hallod Miller, nézd már meg nekem! Paletto és Elixirről indultunk. Valami nagyobb fegyvert is keresünk, aminek 6-9-19-7 a sorozatszáma. Ira, köszi a 24-et, Jézusom! Ebbe, ebbe, nem. 7 éve. Igen, megnézem, hogy mit tettünk eddig át. 6-9? Ebben nem volt. 6-9-el indul, igen. De az egy carbine rifle lehet itt a... Stimmelt? Várjál, megnézem még egyszer, mit is mondtam, mit? Elfelejtettem a számokat. Megvan kicsit kopva főnök. Mit mondtam, nem emlékszek. 6-9-17. Hogy mennyi? 6-9-17-es. Ah, igen, az lesz, az igen. Egy 27, nem emlékszem már. Jó. 17. Hát mondjuk a utolsó szám az le van kopva. Az most 7-es vagy 2-es? Nézd már meg te is. Hát nézzed. Az utolsó szám, nézd meg azon a... Meg szerintem még egy darab hiányzik csak aztán, ha minden... Ugye úgy ezt... Olva. Talán 7-es. Steve! Az egyértelmű a 7-es. Steve! Igen, igen, bocsánat, csak írom közben össze a fegyvereket. Még egy darab hiányzó van, de nem bírom elolvasni. Hát nézzem. Elolvasod! Erős. Igen, igen. Erős, tudom. Az utolsó darab az... mindjárt megvan és végeztünk is. Jó, nézem. Pisztoly volt? Vagy mi volt az? Steve-nek adtam, nem tudom. Ez az utolsó, ez pedig egy 36-76-45-ös sorozatszámú machine pisztoly, ha jól látom. Itt van egy! Mi volt? 36? 46? Nem, bocsánat, 36-76-45. Ha ez lesz az itt. Szerintem meg is vagyunk. Ám, hogy... Javaslom, hogy vegyenek fel egy védelmet, mert körülöznek körülöttünk. Meg vagyunk! Még egyet össze kell írnom. Kollega, itt azt mondta, hogy itt támadás várható. Mi is a neved? Mindig Miller öreg. Oké. Miller de Killer. Meg akkor egy listát írni a lefoglalt fegyverekről? Éppen írja Steve. Írja, Steve írja. Rendben. Sorozatszámot is kérem, hogy írják. Ó, de ideg van. Itt. Persze, minden fel van írva. Hát a sorozatszámot nem írtam fel. Is. Akkor azokat is írd fel. A Deagle-ből a... Ja... Igen, a Desert Eagle volt a számból. A 7-es vagy a 8-as sorozatszámot próbáltak elfoglaltak a 7-es. Mondják a sorozatszámokat? A Heavy-re emlékszem. Hát itt a sapkás úr mondta. Itt van maga mellett. Biscuit! Biscuit! Igen? Meg vannak még a sorozatszámok, kéne neki egy újra. Neke? Heavy-nek. Heavy-nek 0521-49 volt. Igen. A Desert Eagle 0522-07, a Compact Ride felé. Az a 7-4-es kezdésű volt, nem? 7-4-68-92-es. Machine pisztoly volt ez a... Az a 36 vagy 46 a kettő közül. 76-45. Várj, akkor nem az. 36-76-45. De akkor az igen. A carbine rifle-ét nem tudom. Carbine rifle... Az nincs nekem felírva, nincs felírva neked, Miller! Itt. Nem jó. Hát... Látok oda jegyzet, hát... Ennyi van meg belőle, hogy 22-es a vége, de van még előtte 4 másik szám. Itt van, csak ez már hau esett rá, aztán elmosódott. 42, 26... Igen. 22, igen? Hát ahogy ez... Megelégelhető, viszont két nagy kalibert, SMG-t, egy nagyon kemény pisztolyt, meg egy kis pisztolyt, de az jó nekünk. Két nagy kaliber, az nem már... Nem, és magának adhatom, igaz? Nem nagyon nagy érték amúgy. Így van, kérem. Át is adtam. Rendben, akkor viszont remélem, mi maguk is addig fognak szolgálni, mint mi. 72 óra múlva meg az eredményeket, akkor továbbítjuk, ugye Steve? Így van, az eredmények mindenképpen. Megkeressük magát. Köszönjük szépen. Mi.
Viszont hallásra, viszontlátásra. Viszont. Jó, akkor lesz mindenki készüljön. Itt a test, itt a fagyos időben. Rendben vettük. Igenis. Rendben. Én egy ildobható pohárát vittem ki, amiből átszintjöttél a kábés pohárába. Az óra átélját. Jó füle van. Bögriért gyújtam. Viszlát, jó munkát, kollégá. Jó. Viszlát. Én nem bírok így futni, Steve, öreg vagyok ehhez. Viszlát, jó szolgálat. Katona, indulunk! Rendben várom a gépjárművet. Amúgy ez jó. Magálati fegyverét legyen szíves, mindenki tartsa a kezébe, hogyha elindultunk, nehogy megtámadjanak minket. Na! Ó Istenem, elnézést! Még egy ilyen, azt visszafokozzuk. Csikálva. Igen, mindenki is visszafokozva. Mert parkor őnek. Önök vezetnek, utána megy egy... Középen menjen az, amelyikben a fegyver van, utána megyünk mi, és akkor zárja az utolsó. A konvojt a legutolsó egy gépjármű. Hova megyünk? Kizmény. Zancudo. Igen. Kivizsgálni a fegyvereket. Hova? Úgy nézem, helikopter utánunk jön. El kell vinni őket. Mondtuk már, ebben emlékszem, beszéltük a kiképzőközponthoz. Szerintem mégsem jön a helikopter. Vágjunk le itt szerintem valahol, vagy megyünk. Fú, bassza meg, mert belefájdult a torkom ebbe. Nem is veszem ezt a kamu műszak állat, baszki. Vágjunk le. Levágjunk le, hol? Bárhol. Itt menjünk el most jobbra. Sirénákat lekapcsolhatjuk, ha nem követ minket a rendőrség. Jó, akkor lejövök. Itt a nagyok infót amúgy. Ja várja, te nem is velem vagy, te Steve vagy, bassza meg. Neked aztán hiába magyarázok. Ez lehet. Kiről akarna információt adni? Ja, nem, semmi. Semmiről. Lassítok. Jövünk már, csak forgalmi akadály volt. Követ minket senki? Van mögöttünk egy autó. Kollégával meg kéne lehet fordulni. Viszont megyünk így. Vagy nem tudom, jó ez. Amennyiben nem követ minket senki, lehet, hogy a tanyánál. Tanyánál kéne ízén megállni, nem? Ott adni a kocsikat. Tudjuk, hogy a helikopter követte meg. Az a baj, hogyha nagyon magasan megy, akkor jaj, hát akkor megyünk, vigyük végig a tervet akkor. Menjünk tovább is. Oda menjünk a szusztáncia úthoz, azt majd itt balra kell fordulni, egy jó nagy kerülővel megyünk. Na, hogyha nincs amúgy velkom, nem szokott lenni. Gyorsan pakoljunk át az egyik izébe, kisebb kocsiba. Sőt, pakoljunk el egy lopott autó be itt a Hammerbe. Azt vigyük. Nem tudom, valaki vetközön le, azt vigye haza szerintem. Azt többiek meg belőjük a vízbe a nagy kocsit, aztán meg elmegyünk vissza, átöltözünk, elmegyünk a régi kocsikért, aztán haza megyünk. De még vannak kint kocsik, amúgy kell. Melyikbe pakoljunk? Ott izé van, nem van egy ilyen... Jó. A Hammerbe pakolhatunk, csak fel kell törni. Törőmörő. Jó, nyomjad. Jó. Meglőjem a segít. Van minne, ki van pakol, minne jó. Én se hiszem, hogy ez mind sikerült. Így... nagyon keményen néz ki Riki így amúgy őszen. Azt, hogy néz ki? Hibátlan. Hogy... Jézus! Ez a fájbiset meg. Hogy néz ki? Riki megöreged, ilyen lesz. Nagyon kemény. Ez a haj. Mert akkor nektek kell megadni a Nastilnak a 225 ezer dolláros tartozásomat. Nem szabad lelőni. Mi? Ja, tartozik 225 ezer a Nastilnak, megjártok. Micsoda? A Nastil tele van pénz a titokba, most mondta el nekem az öreg. Hát személy. Egyet mondjuk megint. Megvan mindegyik?
Aki bírnám nyitni. Mert valaki nézi. Megvan minden? Van, na részemről igen. Hiányzik még a compact rifle, hiányzik. Benne van. Nincs. Most már igen. Hozzáfértem. Jó, mehetsz, menj haza. Száguld öreg. Ja, valaki üljön be mellé. Valaki menjen vele. Akinél van fegyver. Csak benne négyen. Vegyétek le a szvatos ruhát. Ja, ruhát vegyétek le. Jó, akkor most... Jó, én hozom ezt. Valaki dobja bele a vízbe ezt a nagy szutykot. Ezt a vizet, ezt én intézem, úgyis nekem kell küldenem a képet. Rendben, Steve, akkor mi tovább állunk. Gyertek ezzel. Elmegyünk ezzel, beférünk, felférünk rá mindannyian. De akkor valaki kifutni is. Remélem többet nem kell találkozni. Hát ez van. Még fog, Steve, ebben biztos vagyok. NST-nek még sokkal lóg. Remélem az utolsó lépés is elintézi rendesen, mert ha ezt most elbassz, akkor nem hiszem, hogy NST nagyon boldog lesz. Bassza meg a ló! Bassz meg, elütöttél egy macska. Jó vagy? Ja, ez csak ér. Erre nem számítottam. Tedd azt a hógolyót. Ezt én életkapcsoljuk már ki, bassz.